Varga Anna Éva igazgató és Csana Gábor polgármester a bölcsődék irányításáról és fejlesztéséről egyeztetett. A Dunafer iskola diákjai a jószolgálati otthonban dolgoztak. Pénteken mutatják be a Bartók Táncszínház új előadását, a Terminált. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. A dunaújvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Peresztegi Viktória perkátai lakos eltűnése ügyében. A 16 éves lány 2017. október 5-én perkátai otthonából ismeretlen helyszínre távozott. Tartózkodási helye azóta ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések idáig nem vezettek eredményre. A fiatal megközelítőleg 160 cm magas, körülbelül 50-55 kg a testsúlya, haja egyenes, álla aláérő, festett szőke színű. A Dunaújvárosi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Peresztegi Viktóriát felismeri és tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi rendőrkapitányságon, vagy hívja a plusz 36 25 510 510-es telefonszámot. Szerdán Varga Anna Éva, a Dunaújvárosi bölcsödék igazgatója és Cserna Gábor polgármester konzultált az 5 bölcsöde irányításáról, fejlesztésekről, illetve a vezetői elképzelésekről. Együtt dolgozás a bölcsődevezetőkkel, valamint azok a bölcsődevezetők, akik ugye már 5 évre kinevezve vannak, ők azok, akikben gondolkozni, együtt tudni dolgozni, úgy a város lakókért, a szülőkért és a gyermekekért, és mindenkinek a megelégedésére. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás az általános iskolás lányok számára. A két adagos oltóanyag azoknak ingyenes, akik szeptemberben kezdték meg az általános iskola 7. osztályát, és már betöltötték a 12. életévüket. Fontos tudni, hogy az oltás nem kötelező, csak kérhető, de nagyfokú védelmet nyújt a méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV ellen. A teljes védettség kialakulásához azonban 2 oltásra van szükség. Az első vakcinát novemberben kapják meg a lányok. A szülőknek nincs más dolguk, mint október végéig visszajuttatniuk az iskolába a beleegyező nyilatkozatot, hogy gyermekük megkaphassa az oltásokat, amelyek mindkét dózis esetében térítésmentesek, és 93%-ot meghaladó védelmet nyújtanak a méhnyakrák ellen, a korábban HPV-vel nem fertőzött lányoknál. Szerda délelőtt egy különleges eseményt rendeztek a jószolgálati otthonban. A Dunafer iskola néhány diákja egy vasból készült eszköztárolót készített, amelyet 10 órakor át is adtak az alapítvány számára. A Dunafer 9 végzős ipari gépész tanulója készítette el a tárolót, amelyet már a nyáron megterveztek. A fiúk mindig örömmel mentek a jószolgálati otthonba, hiszen rengeteg szeretetet kaptak, és a munka közben étellel is kínálták őket. A diákok a gyakorlati tudás mellett élményekkel gazdagodtak az építés ideje alatt. A nyár végén elkezdődött ennek az építése, elméletben, ugye, hát ezt meg kell tervezni, és ez egyébként zárszelvényből készült, és trapézemezből. Ez körülbelül 30-40 évennek a élettartam. Ugye előtte volt egy fa épület, amit hát ugye az idő megevett, tönkrement, és hát egy 2,5 hónap körülbelül, ami ráment erre az épületre. Ami örömben és boldogságon ment, hozzá kell tennem, mert ilyen családias kiszolgálás és családias légkörben nem dolgozhattak a gyerekek még eddig. Az ellátottak számára hatalmas öröm volt, hogy megkapták az új eszköztárolót, amit a diákok rövid idő alatt el tudtak készíteni. Az intézménynek fontos a kapcsolatok kiépítése és megtartása, hiszen a Dunafer iskola már nem először dolgozott nekik. Régebbi a kapcsolatunk, hiszen az élménykert vasmunkáit és a Dunaferesek készítették, és azóta van egy rendszeres kapcsolatunk, nem ezekkel a fiatalokkal, akik most éppen itt dolgoztak, de nagyon sokat köszönhetünk nekik. A tanár úr vette észre, hogy hát elég életveszélyes már ez a tárolónk, amit nem igazán tudtunk lecserélni. A későbbiekben is számít a jószolgálati otthon a Dunaferesek segítségére, hiszen mindig akad olyan munka, amit az ő tudásukkal, készségeikkel lehet megoldani. Október 19-én csütörtökön Barta Endre önkormányzati képviselő és Pintér Tamás országgyűlési képviselő közös fogadóórát tart.
Az érdeklődőket 15 és 17 óra között várják a Vasműút 41 szám alatt az első emelet 124-es irodájában. Folyamatosan próbálja a Bartók Táncszínház társulata az új darabot, a Terminált. Az előadás egy reptéren játszódik, ahol különböző nemzetiségek mutatják be az országukra jellemző táncokat. A premier október 20-án pénteken 19 órakor kezdődik majd. Az egész úgy kezdődött, hogy nem tudom hány évvel ezelőtt kitört Új-Zélandon az a vulkán, és akkor bemondták, hogy légtérzár, és akkor ott rekedtek az emberek a repülőtéren, és akkor elgondolkodtam, hogy hát, ha én ott lennék, akkor mit csinálnék, és akkor eszembe jutott, hát tök jó, mert különböző nációk vannak, ez egyik ide utazik, vannak a spanyolok, írek, németek, oroszok, mindenféle nemzetség, és akkor mondom, milyen tök jó lenne, ha az alkalmat felhasználni egy olyan arra, hogy akkor mindenki megmutatna a saját kultúrájából egy kis részlet, és a másik megtanulna, és akkor lenne egy ilyen kis jambor, egy ilyen kis jó kis hangulat. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt csapata remek formában van az idei szezonban, de ezért mindent meg is tesznek. Az idei szezonjuk eddigi mérlege 3 győzelem és 1 döntetlen. A bajnokság következő fordulójában a siófokiak ellen lépnek pályára hazai környezetben. A dunaújvárosi kézilabdás lányok nehéz mérkőzésre számítanak csütörtökön. Bár a Siófok jelenleg csak 7. a tabellán, de ez egyáltalán nem tükrözi valós tudásukat, mert a két vereségüket a bajnokság két legjobb csapatától szerezték. Szerintem részünkről figyelni kell nagyon a védekezésre, hiszen minden meccsen ez a legfontosabb szinte. Abból próbálunk a gyors lerohanásokat folytatni minél sikeresebben. A támadásainkat próbáljuk jól felépíteni, hiszen nyilván fontos a jó megoldás. A Siófok elég kemény egy csapat, sok klasszis játékossal próbáljuk őket megfékezni. Bár a hazaiak minden mérkőzésre ugyanolyan koncentráltan készülnek, mindig ráerősítenek az előző játékokon elkövetett hibákra. A román lányok elleni meccs fő hibái közé tartozott, hogy a lányok nem éltek kellően a már kialakított helyzeteikkel, és azt az ellenfél könyörtelenül ki is használta. Elég keményen, ugye sok az edzés, de azért a román meccs után egy kis pihenő is belefért. Hát sokat videózunk, ugye nagyon sok az új játékos a Siófoknál, de megpróbálunk a legmegfelelőbben felkészülni. György László vezetőedző elmondta, hogy erőgyűjtögetésre nincs idő, minden percet ki kell használni a felkészülésre. Még agresszívabb védekezést kell kialakítaniuk, és az ebből induló ellentámadásokat fejleszteni kell, illetve a kapus teljesítmény javulását is várja csütörtökre. Ahogy láttuk és ahogy tudjuk az elmúlt időszak mérkőzéseit, a Siófok szinte évről évre átalakul és megerősödik, komoly játékosokkal rendelkezik, ez az idén is így van. Nagyon komoly erősítést igazoltak, komoly erősítést tudtak az idényre is szerezni. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy az előnyünk az lehet, hogy hazai pályán vagyunk, hazai közönség előtt vagyunk. A Siófok elleni mérkőzés csütörtökön 18 órától lesz hazai környezetben a Dunaújvárosi Sportcsarnokban. Kiemelt híreink következnek még egyszer, röviden. Varga Anna Éva igazgató és Csernak Gábor polgármester a bölcsődék irányításáról és fejlesztéséről egyeztetett. A Dunafer iskola diákjai a jószolgálati otthonban dolgoztak. Pénteken mutatják be a Bartók Táncszínház új előadását, a Terminált. Híradónkat látták, időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat, utána a Hír Pluszban a Bartók Táncszínház új darabjába pillanthatnak be egy kicsit hosszabban. Később Tóth Veronika várja önöket Szépkor című magazinunkkal. Műsorainkat HD felbontásban is megtalálják a DigiTV csatornáján, keressék a D+ TV HD feliratú csatornát. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Kellemes őszi idő, párás, ködös reggelekkel. Csütörtökön is sokfelé párásan, ködösen indul a nap. Napközben északnyugaton alacsony szintű rétegfelhőzet takarhatja a napot, máshol inkább csak vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg. Délen és keleten helyenként élénk lehet a délnyugati szél. Hajnalban 3-10, délután 19-25 fokot mérhetünk.
Pénteken gyengén, változóan felhős, de csapadékmentes időre készülhetünk. A Dunántúlon többfelé megélénkülhet a déli szél. Még többfelé ködös lehet a reggel, majd délután 19-24 fokra van kilátás. A hétvégén vasárnap estig csak néhol alakulhat ki jelentéktelen csapadék, szombaton számíthatunk több napsütésre. Délutánonként 17-23 fok közötti értékeket mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!